Én azt nem értem ezekben a figurákban, hogy meddig jutnak el a valóság érzékelésébe, tehát miért veszik azt alapértelmezetnek, hogy az, hogy ők bejárnak egy tévébe okoskodni, meg vicceskedni, az egy alapértelmezett dolog, és az örökké tart. Tehát ez egy kiváltságos helyzet, meg tudjuk ezt csinálni, meg mit tudom én, de senki sem gondolja azt, hogy ez a történet az örökké tart. De mi ezt hozzáteszem, hogy mondjuk nekünk, azért tart örökké, mert Orbán örökké tart, de még kevesebb rezsim dollárért, mint amennyiért ők dolgoztak. Azért már megint az, hogy meg az, hogy a izének, az, hogy a Puzsérnak nincs jogosítványa, az senkit nem érdekel. Én a Puzsérral értek egyet. Na, mert neked sincsen. Mert egész Budapestre kitiltanám az autókat. Úristen, olyan, ami biciklivel is kezdesz járni, meg belépsz az LMP-be, még nem tudom. De figyeljetek már, nekem tetszik ez az ötlet. Sokat provokálsz, elmegyek köztéri jogázni, és vagy sörhasamra ott fog düllögni. Szerintem a Puzsérnak amúgy van esze, megvan a magához való esze, ez egy média hack, tehát most valamit ki kellett találnia. Ha nem is komolyan gondolja, akkor viszont ki kéne vizsgáltatni. Tehát azon gondolkoztam, hogy tényleg ez a csávó tök hangosan tud üvölteni, meg minden, de azért egy várost vezetni azért nem úgy néz ki. Tehát az, hogy nekem van egy víziló van, mert hogy a víziló az milyen fontos, ugye, mert hogy a Tarlós az egy jó menedzser, de nincsen ott a víziló, és akkor ő hozzá a vízilóval. És az, hogy megvalósítja ezt az autómentes Budapest történetet, és akkor az első nap úgy néz ki, hogy bemegy Puzsér Robert ugye hivatalba, és hát azért mégse úgy szabad bevonulni egy demokratikusan megválasztott vezetőnek, mint a Marsus Rómában a Mussolininek, tehát hogy nem úgy néz ki a dolog, hogy most akkor ez lesz, hanem ott le kell ülni, mindenféle érdekképviseletekkel, meg kell hallgatni a polgárokat, mondjuk, hogy szeretnének autóval járni, mondjuk a belvárosban, vagy csak autóval tudnak járni, fene se tudja. Tehát annyiféle érdek, meg szempont, meg nem tudom én mi összegződik, és akkor ott én örülnék neki egyébként, hogyha megválasztanak, adjunk neki egy hónapot. Egy tudom, hónapot, szerintem két hét alatt elvérezne. Apu azért üvölt, mert a közgyűlésben a polgármesterek sírnak. Félreértetek az egészen tényleg, nem reklámcéget alapított, hanem mi ez a hülye műszó, ez a influencer, vagy mi a tökömnek képzeli magát. Na, az magyarul a főkolompos, és azt tökéletesen megcsinálta. Tehát a Jobbik, tehát ő ment elől, adta a hangot, és az egész Jobbik utána ment a szakadékba. Ott Lajos oldalán ők a tiszták, és a doktor miniszterelnök úr, és hát ilyen föld alatti csapata, tudod, ezek az ördögök, ezek nagyon, nagyon gusztustalan módszerekkel, és így elvesztette a hitét a Gabi a demokrácián. De azt láttátok, nem, hogy a 444-en, tehát hogy eddig ugye azért Simicska, hát voltak neki bűnei, de már vezekelt és jóvá tette, most, hogy újra most eldobta az egész birodalmat, most már ő egy óriás, ordas nagy és... Sőt, már csak a Sorosnak a izeiről nem írnak a 444-en. Kíváncsi vagyok, hogy mikor kerülnek elő újra azok az összeesküvés elméletek, hogy a Simacska Lajos, meg a doktor miniszterelnök, ezt ugye együtt kitalálták, hogy akkor bedobnak a pöcegödörbe egy nagy követ, és ugye az összes szar a felszínre úszik. Tehát én találkoztam már Duró Dórával, akkor sem volt rossz véleményemből, a mostantól Novák Előddel kapcsolatos véleményemet kell nagyon erősen revideálnom. Novák Előd, te valamit, tartalmi kérdésekről beszélsz most, Zsolt. Novák Előd valamit nagyon kell, hogy tudjon, amit mi nem tudunk, hogy mit tud, de valamit nagyon. Ezért szögezzük, hogy könnyebb elviselni szociopatát, hogyha csinos. Bombázó Duró Dóra. De ez szociopata. Kit érdekel? Nagyon lázba jött ez. Nem moralizálja. Hát, azokat az embereket, akik állnak a halálbüntetésről fantáziálnak, azokat én nem tudom, nem tudom ember számba venni. Én ebbe eretnek leszek, sajnálom, akkor most lehet vitatkozni. De Magyarországon nem lehet, és praktikusok miatt szerintem nem kell bevezetni. Ez nem egy fontos téma, azért nem mondom, hogy be kell vezetni. Nekem elvi kifogásom viszont nincs ellene. Tehát nekem nincs egy olyan ellene, nem, tehát, hogy sajnos az meg, hogy az annyira elítélendő, meg középkori, meg mit tudom én. Nem erről a részéről beszélek, hanem arról, hogy ki az az ember, aki más halálát kívánja. Tehát az engem nem érdekel, hogy Amerikában kiket végeznek ki, de az, hogy én Magyarországon azon... Nézd meg, hogy kiket végeznek ki Amerikában. Ezt meg azt, meg a sztoikát, meg akárkit végezzünk ki, azt szerintem szociopatának kell lenni. A halálbüntetés az egy borzasztóan nehéz kérdés egyébként. Akinek jobb ügyvédje van, megúszza, rosszabb ügyvéded van, kivégeznek. Hát ugye eleve az alapvetés, hogy az a baj a halálbüntetésre, hogyha 1% esély is van rá, hogy az illető ártatlan, és mégis kivégzik, akkor ugye azt már soha többé nem lehet. De ez a legkomolyabb ér mellette is, hogy az visszafordíthatatlan. Persze, de ez... Ha egy ártatlant is kivégeznek, igen. Akkor indokolva. Igen, de azért szerintem
azért... Tehát ahol fárnak, ott húlik a forgács. Nem, hanem hogy körülbelül úgy gondolkodunk erről a halálbüntetésről, mint hogyha még mindig kimenne egy ilyen maszkos íze, és akkor baltával lecsapna az illető fejét. De hát azért nem olyan egyszerű az még az Egyesült Államokban, persze, és Texasban, évtizedekig, és akkor mit tudom én, egy évben kivégeznek három embert, de most arányokat mondok. Jó, de Texasban nem... mondjuk van helyszíni bírság, és amikor agyon lövik a rendőrök. Azok lelőnek, igen. Büntetés végrehajtásban, ilyen témákban én is eretnek vagyok, én sokkal liberálisabb vagyok, mint a átlag magyar ember, vagy az átlag jobb oldali. Én börtönbe se igen csuknék senkit. Tehát inkább, mit tudom én, ezt a lapátfülű cigánygyereket, akit elkapnak egy tejföld ellopásán, inkább helyszínen jól el kell verni, arra emlékezni fog, soha többet nem lesz. Micsoda liberális megoldás? Na, hol már liberális? Ehelyett egy tejföld miatt börtönbe csukunk embereket. Keller Ágnes, Magyar Bálint, láttam. És a mély szegénységben élő romákat segítő Szocsoma ikonikus alakja Herman Zsuzsanna 4 csodálatos tehát napot töltenek együtt. A szemünket, most meg bünteted? A Demszki villában. Nem lehet ez volna fordítva ezt? De tényleg nem lehet, hogy még a duródóra. És ez még csak nem is a tuti kép, hát jön majd az is, az, ugye? Az az esti kép, hogy ez, még ez a délután, és igen, akkor meg tudjuk mutatni így van, a családi kép folytatását is. És a Gellért odaért, hogy hallak hatalmas, ezt a képet. És itt van az esti kép. Ez annyira szomorú. De szerintem a hüllők azok izzadnak? De mit tudunk erről? Ez már bőrvedlésnek az első fázis, amikor kicsit elenged a bőr, és akkor szépen kihajtva magát. Miért belőle? Van erre szükség, hogy 70 éves félmeztelen fotókat posztoljanak? És még csak nem ismert, nekem van egy ismerősöm, aki 70 éves tornatanár, egyébként nagyon jól néz ki. De Demszki Gáborról ez nem mondható el. Nagyobb baj, hogy ez a kor, amiben ők vannak, tehát az, hogy hogy néznek ki, ezt most hagyjuk, de ez már nem a szellemi frissesség kora, hanem inkább a hirtelen elhűlés kora, és ez mind a Heller Ágnesen, míg a Demszkin látszik. A Demszkinél már nem annyira hirtelen. Nem olyan hirtelen, igen. Ez már tart egy túl vagyunk rajta. A Lendvaiék kapcsán is mindig azt hitte, hogy amikor meg kimennek, kiveregednek az a vén kommunisták, jön egy újabb generáció, és az használható lesz. Nem, azok még hülyébbek lesznek. De ha a konok elmegy, akkor jön helyette sokkal hülyébb. Azért ne haragudj, azért olyan dolgokra akarsz minket rávenni, tehát én rezsimdollárból egy fillért nem adok. Dehogy is nem, mert a fűtetőmedencét akarok, tehát azért ja. Vannak prioritások. Az más, hogy vannak prioritások. Az, hogy ez a grizzly géza is neki áll tarhálni, ez volt az utolsó érve mellett, hogy most megcsináljuk a 19 forintosunkat. 19 forint. Hogy mindig annyit kell nekik adni, meg annyit szokt. Én szoktam utalni nekik pénzt, tehát mindenkinek 19 forintot szigorúan, nem, de vicces, hogy emlékeztessen őket, hogy honnan származnak. Tehát a patkánylázadásból jön az összes. Én abszolút értem, amit mondtok, de tényleg, tehát amíg ilyen fejek testesítik meg az ellenzéket, addig ezekre a maguk kis buborékján kívül azon a néhány 10, maximum 100 000 emberen kívül, akik hasonló elvakult gondolkodásúak, ha nem is feltétlenül néznek ki ennyire borzalmasan minden esetben, de a fejükben nagyjából ugyanaz van, azokon kívül épeszű ember nem fog erre az ellenzékre szavazni. Tehát én mindenképpen szeretném, hogy Konok Péter még nagyon sokáig írjon, és azokat írja, amiket eddig is írt, mert ez nekünk nagyon jó. Mert a Vona Gáborban egyetlen egy dolog becsülendő, hogy következetes, tehát kitart amellett, hogy nincsenek elvei. Kakaskodik itt. De mi lesz a következő videóban? Nem mindegy. Szerintem bár megcsinálja azt, amitől féltünk az elején. Lemegy a bárba? Persze, kis fecskében bejön a gőzbe. Annyira sajnálom. Aztán függöny. Egyébként az, amit a Bence mond, én is most minap gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez szánalmas, hogy ezek a videók, ezek a szereplés, nem, ő nem érti, és valaki nem magyarázza el neki, hogy ez übergáz. Hát egy nem érteni, mindent, hogy hím Lukácsi Katalin. De tényleg egyébként, igen. Igen, tehát az egója, az exhibicionizmus akkora, hogy nem érzékeli, és az a baj, hogy nem is magyarázza el senki, hogy egy politikus, amikor vereséget szenved egy választáson, mindegy, hogy kormányból lehetett, messze a várakozásokhoz képest alulmarad, akkor nem az a következő lépés, vagy nem az az út, hogy idétlen videókban, vagy videókban idétlenkedik, mert ezek idétlenkedések. Tehát én elhiszem, hogy komoly témákat szeretne, de olyan idétlenkedés lesz belőle, tehát semmifajta komolyságot, semmi, az üzenet, mindenki érti, hogy mi akar lenni az üzenet, de nincsen hatása, csak az, az üzenet, már megint bénáskodik. Emberek, légy szíves, szeressetek engem. Igen, tényleg az lesz a vége, hogy ki fog menni a Pride-ra is, mert hát hallottam, hogy még többen szeretik. És az ugyanilyen idétlenkedés lesz. Aztán a sátorod gyanúsan mozgalódik. De én az üzenet. Ez egy szociográfia, nem a gabúca műfaja.
de hogy én az üzenetet se értem. Tehát én még oda is jutottam el, hogy egyáltalán megértsem, hogy pontosan mi a célja azzal, hogy ő bemutatja, hogy ő milyen szuper ember, milyen fantasztikus, ez. Adott esetben megváltozott. Jó, de ebből fog... De jó okay, emberkedés. Azért, csak azért, mert azt mondja, hogy egyelőre a perekből nyert ilyen milliós kártérítések, nem tudom, abból ugye el van egy ideig. Oké, mondjuk tegyük fel, egy-két hónapig még el van, de utána mi lesz? Tehát ilyen videókból nem lehet megélni. El kell menni a dolgozni. Én szerintem ez... Hát azt csinálja, nem? De igen, de ebben nem lesz bevétele. Tehát ehhez, de ez, ez nem fog adni annyit. Én szerintem ez... Felettenne a kérdés, hogy vennél volna gabbucától mágikus hengert? Tőle mindenképpen. Van ez a genderképzés sztori, amiről ugye iszonyatos erőbe dobással állítja a baloldali sajtó, hogy ezt be akarják tiltani Magyarországon. Amiért egyrészt nem igaz, arról az, hogy nem jelentkezik rá senki, legalábbis ezt mondta Sermény Zsolt. Ugyanakkor erre a CEU-nak a vezetője, nem tudom, az a hölgy írt egy választ, hogy fantasztikus statisztikák, hogy mennyire sikeresek az ott végzettek, akár könyvelőként is el tudnak helyezkedni, meg tanárként. És megnéztem a monokulós statisztikát. A fele ugye bennmarad az oktatási rendszerben, tehát a hülyék elkezdenek szaporodni. Igen, tovább örökíti a hülyeséget. Igen, kevesebb, mint a negyedük, az elmegy valami nagy multi céghez, ugye ott kell, tehát előírás, hogy buzológus kell tartani, aki gondoskodik a diverzitásról. Igen, és a maradék meg elmegy a civil szervezetekhez fontoskodni. Tehát ez a piac szerintük. És számot nem mond, tehát az csak százalékok vannak szigorúan, az nincs, hogy hányan végeztek. Ugye, mert kitört egy vita arról a jobb oldalon belül is, hogy ugye hát van normális gender oktatás, és szeretném jelezni, hogy nincsen. Egyébként kibújt a szög a zsákból, hogy ti nem olvastak TGM-et, olvassátok el a TGM-et, mit írt a gender történetről. Tanulságos tényleg. Nem olvasunk TGM-et. De érdemes, egyébként érdemes elolvasni. Rövid az élet ahhoz. Tehát nem, ez most nem volt annyira hosszú, tehát nem ilyen Hont Andrási hosszúságú, tehát meg egészen olvasható, és az a lényeg, hogy tehát arról fejt TGM, hogy korábban természetesnek tekintett különbségek a férfiak és nők között kiderül, hogy azok nem természetesek. De most ez egy baromság, tehát úgymond a társadalmi konstrukció soha nem természetes, de mégis valamilyen viszonyt tükröznek, tehát senki nem mondja azt, hogy természetes, mert nem a földből növünk ki, de azért vannak adottságok, tehát hogy tudom, hogy pont a gender tanszéken szeretnék, hogy mondjuk nekem is lehessen gyerekem, de nem lehet. Tehát ilyen jellegű dolgokat nehéz átállni. Néhány száz évvel ezelőtt az nem egy társadalmi konstrukció volt, hogy az aput küldték ki a 450 kilós vízibibajt megfékezni, nem pedig a 40 kilós anyus. Hát igen. Igen. Hát ez megdöbbentő. Tehát és ez igazolja azt, hogy egyébként amikor azt mondjuk a genderre, hogy ez tehát nem tudomány, még a bölcsészet értelmében sem, nem hogy a biológia, kémia, nem tudom micsoda, bölcsészet értelmében sem tudomány, mert arról szól, hogy itt van egy egyenlőtlenség, és nem megismerni akarom a világot, hanem megváltoztatni, ez a klasszikus marxi tétel. Tehát ez tényleg kulturális marxizmus, arról szól, hogy van itt valami hatalmi viszony, és azt meg kell változtatni. Ez egy politikai mozgalom, nem pedig tudományos. Pontosan kutatás. Egy politikai mozgalom, ami tudománynak igyekszik álcázni magát. És azután elbújnak mögé, hogy hoho, mi tudomány vagyunk, minket ne bántsatok. Arról ne feledkezzetek el, hogy nem 2018-ban kezdett el szemetelni a barna eső, tehát az állam nem itt avatkozott be először a tudományos élet függetlenségébe, hanem mondjuk Svédországban 1975-ben, amikor megszüntették a fajbiológiai intézetet. Igen. Pedig ott úszta a tudományosság. Igen. Tehát azzal foglalkoztak, hogy észrevették. A szociáldemokraták csinálták egyébként. Igen, Olof Palme az egyik nagy hőse igen. volt. Tehát ők azzal, tehát rájöttek arra, hogy mint a társadalomban sikeresebbek, akik magasabbak, szőkébbek, meg kékszeműek, és akkor így a ezért kezdték el a szudániakat importálni. Nyissuk ki a szemlőhegyi villát ugye, a proletár gyerekeknek. Lehet hűsölni a medencébe. Nem akarják visszaadni egyébként azt a villát a jogos tulajdonosnak? De ott ülnénk a medencébe, bűvölnénk Klára asszonyt, hogy hozza nekünk limonádét. De van, ott, nem, nem de, ott van, de van medence, vagy belettemetve, hogy tyúkokat lehessen tartani. Nem egyébként azt nem tudom, emlékeztek rá erre a vitára, amit még a Navracsicsa vívott ez a kretén a parlamentben? Mármint, hogy a miniszterelnök úr. Hogy ez a, amikor elkezdett antiszemitázni, és akkor így... Nagy Gyurcsány. És igen, és akkor mondta Navracsics, hogy azért, tehát nézzük már meg, hogy ez a szemlőhegyi villa. Honnan, és akik kétszer vették el egy zsidó családtól, ugye Nyilasok, aztán a Komcsik, na abba laknak. A filmben ugye ez a zsidó származású humorista, az Ali G az egyik karakter, és az egyik filmében fene se tudja, hogy sketchébe szerepelt a migrációval kapcsolatban az a szöveg, hogy a jó nők maradhatnak, a gerdvák meg a férfiak húzzanak haza.
Tehát ez egy filmben, tévében, mozikban játszották, de te leírod a Facebookra, az én Apáti Bence, úgyis egy balettos, akkor tiltanak 30 napra. Egyébként itt a tanulsága az az egésznek ennek, hogy a 444 az, mint a szabadságbajnoka és ilyen szabadságharcos bástya, ami maradt itt az Orbán diktatúrával szemben, gyakorlatilag úgy mentegeti olyan pofátlanul a cenzúrát, ez valami egészen elképesztő, hogy ezek az emberek, ezek ugyanúgy, ahogy nyugaton, elképesztően gyűlölik a szólásszabadságot, tehát annyira utálják a szólást, és az izének ennek a nagy Jenny-nek, ugye a Bede az a baj, hogy tovább mennek, Mártonnak volt még egy írása, ami arról szólt, hogy micsoda borzasztó dolog ez a trollkodás, tehát a haladás ellensége az irónia, ugye, ez volt a mondandójának a lényege, és ezért konkrétan nekik tényleg az a jó, hogyha az egész közösségi média ilyen safe space lesz, ahol csak ezek a degeneráltak így beszélnek arról, hogy éppen kit kell felszabadítani, és még véletlenül se kerüljön be az irónia, hogy valaki kezdik irónia. De hogy képzeljétek, hogy miről szól az irónia. Tehát az iróniát ők egy putyini troll műfajnak tartják, igen, ami arról szól, hogy egyébként neked a Gender Studies-on végzett elme háborodott, és kijelenti, hogy egy 200 éves bükk, és kéri a harkányt, hogy valaki kopogjon rajta, és ezen te kineveted, akkor te egy mocsad vagy te egy troll vagy, meg kinevetted az ilyen után. És a Putyin fizet. Nekem van egy nagyon jó barátom, ő is lakálypropagandista, ő azt mondta, hogy ő megdug halljuk. És ez a perverzió, amivel ő rendelkezik. Én is ismerek ilyet, rákérdeztem, és mindegyiknek az volt a válasz, hogy vonzódnak a buta nőkhöz, mert a buta nők mellett férfinak érezhetik magukat. Lehet, hogy ez van. A komplexusos csávoknak jön be a kunhalmi Ágnes. Gyenge holmik vagytok, tehát engem tegnap lekulákoztak. Tehát a gazdag paraszti rangba emeltek. Hát bocs, de a náci az nem gyenge holmi a kulákhoz képest. Eddig mindig csak szőnyegekkel kereskedtél, meg ilyesmi. Lóbőre Galiciában. Úgy látszik, mindkét oldalon három szitok szó van. De most mit akart volna, az jobb lett volna, hogyha lebb***z, az teljesen értelmetlen lett volna. Én egyébként azt mondtam, hogy tök igaza van, mert ez a három szitok, szóval ez tökéletesen elég az ő jellemzésükre. Egy negyedik, ami hiányzik ebből nekem, kínosan a hüllő. Tehát még azt tenni, és akkor tökéletesen lefettük volna a teljes baloldali panoptikumot. Egyébként meg Heller Ágnes az, hogy se angolul, se magyarul nem tud akcentus nélkül beszélni, az olyan, mint a Markos Nádasnak volt ez a műsorra, hogy ő mikor ment ki az Egyesült Államok, nem, a riporter rendesen beszélt, ő mikor ment ki az Egyesült Államok? 1956. december 31-én, és mikor jött haza? 1957. január 1-én. Most nyelvet egész, igen, bár az angolt már egy kicsit kezdem felé, csak tudom, mi ismeritek? Oda mentem rögtön, hogy emberes kamera, mentem, hogy kollega és távsebes puska volt ez a jelenet. Tehát Heller Ágnes pont így beszél. Marha nehéz villás nyelvvel artikulálni. Ja, Isten. Nekem Heller Ágnes egy aranybánya. Tehát, hogy gyémánt, nagyon szeretem, hogy felhívom magára a figyelmet, és akkor el kell kezdenem utána járni valakinek az életére, de Heller Ágnes... Mit olvastál Heller Ágnesről? Tehát az ő munkássága, az ő életrajza minden szempontból egy aranybánya. Melyikkel kezdjük a munkásságával? Munkapest, filozófiai alapvetései. Na, tehát az első megállapítása, amely Hont András teljesen kiakad, meg tényleg én méltatlan vagyok Heller Ágnes munkásságának a megítéléséhez. Tehát egyikünk sem ér fel hozzá, összesen sem. Egymásra raknak minket, akkor se érjük fel a bokazokniát, a topja alól kikandikáló hasikája, meg tényleg elérhetetlen magasság. De szóval a Heller Ágnes azzal a tévedésbe vett, hogy azért, mert tehát, hogy okos embereket a szájába vett, attól, hogy még nem lett okos.